Sziasztok! Köszöntöm az Egyetem TV nézőit a nap legújabb adásában. Ma az illegális szemétlerakás probléma körét járjuk körbe, Ézsiás Tamással és Körösi Bogdánnal, a Monduló Egyesület tagjaival. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Mi köszönjük a meghívást. Onnan jött az ötlet, hogy elhívjunk ide titeket, hogy, hogy hallottunk a Mondulóegyesület és a SZETÁV közös környezetvédelmi street art programjáról, a SZETÁV tévéről illetve a közösségi hulladékgyűjtésről. egy kicsit, hogy mi is volt ez a SZETÁV tv dolog. A SETAV TV az tulajdonképpen a második állomása volt ennek a városmetamorfózis elnevezésű programsorozatnak, ugyanis uh, itt Egyesületünkön belül elkezdtünk egy környezetvédelmi street programot kialakítani, és ezzel kerestük meg a SETAV-ot, hogy az ő épületeiket, az ő fűtőműveiket szeretnénk egy kicsikét környezeti szempontból újra értelmezni. Ezzel nagyon-nagyon partnerek voltak, és iszonyat sok segítséget is kaptunk arra, hogy a tervünket megvalósítjuk, a második állomásról beszélünk, az ugye a Setup TV-ről, ami a Rókus egyes fűtőműnek a újra dekorálása volt. Itt tulajdonképpen a város legnagyobb fűtőművét egy hatalmas tévévé alakítottuk, amit nyáron be is kapcsoltunk, hét, hétvégén keresztül tartottunk rajta ingyenes vetítéseket, és az adta magát az ötlet igazándiból, mivel környezetvédelmi street art programról van szó, hogy valami környezeti edukációt is bele szeretnénk tenni ebbe a, ebbe a tévébe és úgy indult a, a gondolatsor, hogy használjuk ki ezt a tévét, használjuk, bár nagyon sokan vagyunk úgy, ugye, hogy ha már nem kell valamilyen eszközünk, akkor igazából attól megszabadulunk. És tulajdonképpen idézőjelesen mi is ezt csináltuk, hogy kidobtuk azt a tévét a, a természetbe, és illegális uradék lett belőle. És a másik programotok, a közösségi szemétszedés, az hogy sikerült? Ez kifejezetten jól sikerült. Ugye úgy gondoltuk, hogy egy olyan állomást, egy olyan installációt, ami ugye az illegális hulladékra és általánosságban véve a szemetelésre hívja fel a figyelmet, úgy lehetne a legjobban megünnepelni, hogyha ugye nem csak a szavakat tesszük el mögé, hanem ugye tettekkel is próbálunk példát mutatni. Úgyhogy a szetával közösen ugye szintén ezt is velük együtt szerveztük, és itt szeretném megköszönni a munkáját, aki szinte nagyon sokat segített ebben a szervezésben. Úgy döntöttük, hogy, hogy akkor keresünk egy olyan területet, ahol... A gyakorlatban is meg tudjuk mutatni, hogy hogy mit lehet tenni akár ilyen mikro vagy egyéni szinten a, a szemetelés ellen. Innen jött az ötlet, és szerencsére a visszajelzés nagyon pozitív. Elég sokan is eljöttek, úgyhogy sikerült egy ilyen jó eseményt megvalósítani ebből. Akkor látjátok az emberekben azt az erőt, hogy így őket mozgósítani lehet ilyen szempontból? Minden egyes ilyen alkalom után elég sok megkeresés érkezik hozzánk mikor lesz a következő esemény, hogyan lehet csatlakozni, úgyhogy a motiváció mindenképpen megvan. Úgyhogy hát ugye arra próbálunk appellálni, hogy ezt a motivációt ilyen gyakorlatban is megvalósítsák az emberek. Tisztázunk, le szerintem pár dolgot, mert szerintem ebből, ebben a témában vannak bizonyos dolgok, amik nem feltétlenül tiszták mindenki számára. Kezdjük ott, hogy mi is pontosan az illegális hulladék? Minden olyan jellegű hulladék, amit nem az adott helyre visznek el, ahova valójában el kellene szállítani. Tehát minden olyan eldobott csoki papírtól kezdve a sitten át rengeteg minden tartozik ebbe, de ugye különböző hulladékokat meghatározott intézmények, illetve cégek vásárolnak fel vagy fogadnak be, és ami nem ide tartozik, amit nem ide visznek el, az már illegális hulladéknak minősül. És uh, mik ezek a hulladékudvarok? De ezek a hulladékudvarok gyakorlatilag olyan helyek, ahova uh, ugye személyesen is el lehet vinni a szemetet, amit uh, egyébként ugye a kommunális hulladékgyűjtőkből gyűjtenek, illetve uh, uh, gyakorlatilag ide az elektromos hulladéktól elkezdve a, az olajon át, ugye a, a, akár a kerti zöld hulladékot megfelelően el lehet helyezni, és uh, ugye sok olyan szemét van, amit ide is kéne elvinni, például a. a vagy a, a, lakossági elektromos hulladék, amit ugye itt többek között térítésmentesen át tudnak venni. Ezekből egyébként nagyon sok van a városban, a, a az oldalán ezeket meg lehet találni. Térképeken ugye vannak jelölve ezek a pontok. Én hallottam egy olyan diskurzust, hogy azért nem viszik el a hulladékot ezekre a, ezekbe a tárolókba, mert hogy fizetősek. Akkor ez mégsem az? Én úgy tudom, hogy, hogy az elektronikai hulladék átvétel az térítésmentes, szóval ezeket oda el lehet vinni, illetve hogyha a megjelenő akár egy fényképes igazolvány, illetve a szemét elszállítás megfizetését igazoló ö, okmánya tudja bizonyítani, hogy ő fizet az elszállításért, akkor, ö, akkor a, a kommunális hulladékot is el lehet oda vinni. Talán van egy, egy maximális köbméter, ami fölött már ugye köbméterenként fizetni kell, ebben nem vagyok teljesen biztos, de hát nagyobb volumenű hulladék esetén valószínűleg van bizonyos költség, hát talán sokan ezért a amellett, hogy ugye az árokparta, vagy, vagy ilyen helyekre dobják ki ezeket a hulladékokat. Akkor tisztázzuk le azt is, hogy mit ne dobjunk ki otthon. Többek között, ugye, ami a legtöbb embernek egyből eszébe jut, az, az akkumulátorok, az elemek, ezeket semmiképpen nem szabad kidobni, még azok a, a háztartási kis elektronikai hulladékok, amelyek mondjuk beférnek ezekbe a kukákba, azokat sem célszerű, ugye, ezekben nagyon sok környezetszennyező anyagban, ami ami ugye első által kimosódhat, vagy egyébként is ugye a, természeti behatások következtében ugye bejuthat a, a környezetbe, és ez, ez, nagyon nem jó ezek, amiket nem szabad beledobni ugye a kommunális hulladékba. Illetve van még egy olyan kategória, amit nem kéne, viszont nagyon sokan csinálják, ezek a konyhai és hulladékok, amelyekből ugye nagyon jó komposzt válhatna, amiket ugye érdemes komposztálni. Ezek egyébként a kommunális hulladék nagyjából 30%-át teszik ki minden háztartásban, úgyhogy rengeteg mennyiségű olyan szemétről van szó, hát ugye idézőjelben szemétről, amit nem használunk fel, amit nem adunk vissza a természetnek, és ezek is olyanok, amiket mindenképpen érdemes lenne ugye jobban felhasználni, és máshol felhasználni. És mit gondoltak az emberek, mennyire figyelnek arra, hogy egyrészt szelektíven gyűjtsék a szemetet, illetve hogy ne, ne keletkezzenek ilyen illegális hulladékok? Hát én úgy gondolom, hogy egyre inkább van egy, egy meghatározó igény mindenkiben, hogy, hogy gyűjtsük szelektíven, sőt, van is egyébként egy ilyen, egy ilyen társadalmi presszió, hogy most már ezt kell csinálni. De mi elég sokat járunk külföldön és belföldön is, és rengetegszer találkozunk a túraútvonalak mellett és egyéb helyeken, szóval, hogy nem csak a, a háztartási hulladékgyártásról essen szó, hanem az utazáson lévő szelet, szemetelésről is kettős a mérce, mert amikor mi látunk egy szemetet, akkor fölháborodunk, hogy ezt miért kellett mondjuk ide eldobni, miért, kell, miért nem lehet ezt a kis papír papírt továbbvinni, de nagyon sokszor volt olyan, hogy együtt sétáltunk valakivel, és mondjuk az előttünk lévővel pont ilyenekről beszélgettünk, és utána véletlenül a következő megállónál véletlen valami ott maradt. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy kettős a mérce, igazából magunkat, monitorozni, sokkal nehezebb és felülbírálni, mint mondjuk másokat. Hát ez a száka és a gerenda tökéletes összhangja. Igen, ez amúgy tényleg így van, ezt én is tapasztaltam. Még utolsó kérdésként meséljetek kicsit arról, hogy mink a jövőbeni terveitek. De a személyszerű akciókkal kapcsolatban mindenképpen az, hogy hogy ahogy a cikkben is írtam, a mondoló.hu-n eljussunk egy olyan szintre, amikor ennek már nincs is nagyon hírértéke, minél többiet szervezni lenne a cél. Viszont itt azért meg szeretném említeni azt, amit nagyon sok embernek elmondunk, akik megkeresnek minket az ilyen akciók után, hogy hol lehet csatlakozni ezekhez, hogy a személyszerés az mondjuk nem olyan alkalom, mint egy egy külvárosi mozipiknikes vetítés, vagy egy mondolóklubos előadás, aminek van egy fix időpontja és helyszíne, és ha. Ha nem ér az ember, akkor, akkor sajnos így járt. Szemedet szedni akármikor és akárhol lehet. Nem kell hozzá más, néhány hasonlóképpen gondolkodó barát vagy ismerős, akivel el lehet menni. Én például a legközelebb 18-án fogok majd kimenni a Boszorkány-szigetre egy ilyen kisebb társasággal, akikkel már egyszer voltunk ott, aztán voltunk a most már Tisza a elnevezett uh, helyen is. Akkor lehet hozzátok csatlakozni, ugye? Uh, bal, igen, lehet hozzánk csatlakozni, de mondjuk ez például nem ezt meghirdetve, ez csak egy ilyen baráti szerveződés. Akkor, aki de látja a karom, videót, a csatlakozhat. igen, egyébként igen, de arra akarom felhívni a figyelmet, hogy igazából az ember elhatározza, elindul és, és szemetet szed, úgyhogy nem kell várni senkire, lehet, fogunk is szervezni még uh, ilyen eseményeket, de az elegetszerűbb, hogy az ember felkerkedik, és azt mondja, hogy most, hogy most szemetet fog szedni. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtátok, és nagyon hasznos a tevékenységetek, úgyhogy sok sikert kívánok a jövőben is. Köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget! És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!